mindig keressük őket, hanem hogy mi is örülünk, hogyha jön erről visszajelzés majd. A Laffert kúriában a Mozaik Egyesület szervezésében autizmus workshop sorozatot tartottak, melyről az Egyesület elnöke, kapitány Imola számolt be nekünk. A mai nap egy workshop sorozat része. Ez a workshop sorozat ez betagolódik a Mozaik Egyesület helyi érdekvédelmi munkájába. 5 ilyen workshopot szponzorál a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Kft. És az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Mindig úgy néznek ki ezek a találkozók, hogy a lényeg az, hogy együtt gondolkodjunk picit a szülőkkel, felmérjük, hogy ők mit szeretnének, mire van igényük. Azért tagozódik be egy nagyobb érdekvédelmi munkába, egy több éven átívelő projektről van szó, mert ennek az egésznek az eleje az, hogy nyilván mi, nekünk van elképzelésünk, mint egyesület, mint civil szervezet arról, hogy mire van szüksége a szülőknek, de nagyon mellé lehet az ilyesmivel menni. Tehát, hogy azért jó lenne első kézből valóban a szülőktől tudni, hogy ők mit szeretnének, mi legyen Szigetszent Miklós járásban jobb, vagy mi az, ami már jól működik. Honnan érkeznek az emberek? Nagyon sok felől jönnek, Budapestről jönnek, de Budapestnek arról a részéről, ami azért Haraszti Szigetszent Miklós Csepel vonatkozásában érdekes. Erzsébetről is jönnek, ha jól emlékszem, de a legutóbbi például Gyöngyösről is jött olyan érdeklődő, aki kíváncsi volt, hogy hogy néz ki egy ilyen program. Javarészt szülők érkeznek, illetve pedagógusok is jönnek mindig. Hány főre lehet számítani? Olyan 20 fő körüli a regisztrációk száma. Az Egyesületről még mit lehet tudni? Az Egyesületet 2011-ben alapították autista gyereket nevelő szülők és az őket kísérő szakemberek. Azért alapítottuk az Egyesületet, mert azt láttuk, hogy ha kap a család egy autizmus diagnózist, mert ez nem csak a gyerek kapja, hanem az egész család, akkor a gyerekkel már valamilyen fajta szakmai terápiás munka általában elindul, viszont a család gondozása, a szülők megsegítése az még nagyon gyerekcipőben jár. Mi ezt a feladatot szerettük volna vállalni, leginkább szülőtréningek szervezésével, illetve szülőklubok szervezésével. Hogyan kell elképzelni ezt a találkozót? Ez úgy néz ki, kicsit hasonlít a tematikus szülőklubunkra az első, tehát ez 14-től 17 óráig időintervallumban zajlik mindegyik ilyen alkalom szombat délután. Először jön egy előadó szakember, aki segít nekünk abban, hogy elinduljon ez a közös gondolkodás, aminek ugye a rendezvény célja. Utána ugye ő elmond valamit, kérdezünk, felelünk, utána egy kávészünet, mert én azt gondolom, hogy az informális beszélgetések is legalább olyan fontosak, mint a frontális előadás. Szünet után mindenki ugye feltöltődik, beszélgetünk picit a helyi érdekvédelmi programról, hogy mi is ez, mert hogy nem mindig ugyanazok a szülők jönnek vissza, tehát ezt kénytelenek vagyunk mindig újra és újra átvenni, hogy reális célok mentén közösen téve tudunk csak javítani a helyzeten. És a legizgalmasabb része az, amikor valóban egy közös munka zajlik, tehát a legutóbbi rendezvényen például szükségleteket gyűjtöttünk, és azokat priorizáltuk kis csoportba, és akkor ebből lettek kicsik előadások a csoportokban, nagyon izgalmas volt.